Úgy gondolom, hogy az elmúlt sok esztendő ez meghozta a mai napra a gyümölcsét, és beléphetünk egy olyan társaságba az országon belül, akik rendelkeznek egy tanúsítvánnyal, azzal a tanúsítvánnyal, amellyel bizonyítani tudjuk a szolgáltatásainkat igénybevevők felé, hogy egy megfelelő minőségű, megfelelő tanrenddel ellátott program keretein belül kapják meg az itt jelenlevő diákok és vezetőik azt a szolgáltatást, amit mi nyújtani tudunk nekik. Azt gondolom, hogy elsősorban és legelőször itt kell megszólítanom azokat az embereket, akik az elmúlt hosszú idő alatt erejük teljes hozzáadásával, takájuk, gyümölcseként el tudták érni azt az állapotot, amit majd a mai nap folyamán szeretnénk itt mindnyájuknak bemutatni, hogy miből is áll a mi erdei iskolánk, milyen oktatási célokat tűztünk ki magunk elé, illetve milyen sikereket tudtunk elérni, és milyen látogatottsággal bírunk. Mi, a Kisalföldi Erdőgazdaság, aki egy Győr-Moson-Sopron megyében a legnagyobb állami erdőgazdaság, már hosszú ideje azt a célt tűztük ki magunk előtt, hogy megszólítsunk egy bizonyos réteget, annak érdekében, hogy megpróbáljuk bemutatni azt a természetközeli környezetet, amelynek a javítása, élhetőbbé tétele, illetve a hosszú távon való megőrzése a vállalatunk elsődleges feladatai között van felsorolva.